Több száz szurkoló várta tegnap este az Isztambulból hazatérő szolnoki MÁV-Kóp SS csapatát. Az Európa Kupa ezüstéremmel fennállás a legnagyobb sikerét érte el az együttes. A 11.000-es Abdi Ipcseki sportcsarnok nem telt meg a négyes döntő alkalmával, ám a szombati Fenerbahçe elleni meccsükön közel 2000 török fanatikus biztatta csapatát. Szerencsére a lányok nem ijedtek meg az iszonyatos hangzavarban, és a 40 fős magyar szurkolótábor legnagyobb örömére magabiztosan győztek. A rendezők is mindent megtettek a sikerért, saját csapatukat igazi showműsorral mutatták be, a mieinket pedig mintha elfelejtették volna. A pályán azonban nem volt esélyük, a védekezésünk ezúttal is jól működött, és a támadásainkat is jól fejeztük be. A harmadik negyedtől kezdve egyre halkabbá váltak a török szurkolók, a lefújáskor csak a magyarok hangját lehetett hallani. A meccs előtt ez a török hangulat, amiről híresek, ez bebizonyosodott, és tulajdonképpen inkább felspanolt minket, mint zavart. Aztán azt, hogy elhallgattak, az is megnyugtatott minket, mert akkor már volt miért elhallgatniuk. De úgy gondolom, hogy a külső körülményektől eltekintve játszottunk, és azt hiszem mindenki oda tette magáért. A döntőbe a Dinamo Moszkvát elverő Szentpétervár jutott be, az orosz csapat pedig túl nagy falatnak bizonyult. A végén a fehérmezesek emelhették fel a kupát, de a szolnoki lányok minden dicséretet megérdemelnek, hiszen derekasan helytálltak. Az ezüstérmen túl egy külön díjat is elhoztunk a Boszporusz partjáról. A négyes döntő legjobb centerének Gina Farmert választották meg. Vasárnap este a szolnoki szurkolók első csoportja el is indult haza. A 20 órás autóbuszozás fáradalmait mindenki hamar kiheverte. A Kossuth téren már mindenki kész volt a csapat fogadására. A Szolnok TV-s tábja is elkísérte a lányokat. Döntőben nagyon jók voltak az oroszok, nagyon jók voltak. Volt két kisebb hullámvölgyünk, és ezt pitangul kihasználták az oroszok. A csodálatos sikerről készített filmet húsvét hétfőn este 7:30-kor láthatják a Szolnok Televízió nézői. A jövőben akár 25-30%-kal csökkenthető lesz a hulladéklerakókba kerülő kommunális szemét mennyisége. Ennek egyik feltétele a napokban kialakított 80 hulladéksziget rendeltetésszerű használata. A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas konténerek megvásárlásához szükséges összeget pályázaton nyerte a város. Az Európai Unió a módszereket nem, de a célokat a környezetvédelem több területén is meghatározta. Ennek egyik jelentős ágazata a szelektív hulladékgyűjtés, majd a kiválogatott anyagok újrahasznosítása. Ennek az elvárásnak kívánt megfelelni a város, amikor pályázatot nyújtott be a korszerű hulladékkezelés feltételeinek megteremtése érdekében. Az érveket a szakminisztérium befogadta, és a megvalósítást 118 millió forinttal támogatja, jelentette be sajtótájékoztatóján az alpolgármester. Az elnyert összegből szállítójárműveket, illetve konténereket vásároltak. Ezek a konténerek tulajdonképpen 320 darab megnyerte az önkormányzat. A 320 darabtól 80 egységet jelent, amit a mai napon kihelyezésre kerülnek. A pályázaton elnyert összegből vásárolt színes konténerekkel a város 80 utcájában találkozhatnak a lakók. A napokban kialakított hulladékgyűjtő szigetek helyes használatáról a polgármesteri hivatal szórólapokon adta tájékoztatót, mondta az alpolgármester. A cél az, hogy az eddig szemétlerakókba szállított kommunális hulladék több mint egyharmada szétválogatva kerüljön a Rétman telephelyére, majd onnan az újrafelhasználó üzemekbe. A szelektív hulladékgyűjtés több szempontból is takarékos megoldás, jelentette ki a Rétman vezetője. Most is nagyon fontos a környezetvédelme szempontjából, és kiemelkedő fontosságú lesz, amikor beindul majd a kétpólyú hulladéklerakó, hiszen nem elhanyagolható szempont, hogy milyen mennyiséget kell erre a nagy távolságra szállítani, és mi az a mennyiség, amelyet ki tudunk vonni a vegyes hulladékból, tehát ezeket a hasznosítható anyagokat, és amelyeknek a feldolgozását meg tudjuk oldani. A Rétman RT ugyan felkészült arra, hogy rendszeresen ürítse a megtelt konténereket, de a környezet védelmi és takarékossági szempontból is kedvező hulladékgazdálkodás csak a lakosság közreműködésével oldható meg. Abszolút készen állunk erre a feladatra. Reméljük, hogy minél nagyobb munkát ad majd nekünk a lakosság, minél nagyobb mennyiség lesz az, amit vissza kell gyűjtenünk. A szétválogatott, illetve újra felhasználható lakossági hulladék átvételére már megkötötték a szerződéseket a feldolgozókkal. Az Európa Kupa döntős MÁV-Kóp SE csapatát fogadta a polgármesteri hivatal dísztermében Botka Lajosné polgármester. A megyeszékhely első embere a városunkért érdeméremmel tüntette ki valamennyi játékost, az egyesület vezetőjét és a csapat edzőjét.
Rövid időn belül másodszor élvezték a Városháza dísztermének hangulatát a MÁV Kóp Ese játékosai. A hétfő esti fogadás után Botka Lajosné invitálta meg a csapatot. A polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy nem csak a megyeszékhely, de az egész ország büszke lehet arra a tetre, amit a kéksárgák véghez Isztambulban. Egy a kontinensen még nem igazán ismert és elismert városról az Európa kupában ezüstérmest szerzett csapatnak köszönhetően már tudnak. A hatalmas csatában megszerzett második hely valóban nagy eredmény. Az ezüstérnek megvan az a tulajdonsága, hogy csak másnap, illetve egy héttel később kezd igazán a helyére kerülni. Meccs után elég szomorúak voltunk első éjszaka, nem nagyon tudtuk átadni magunkat az ünneplésnek, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy eredmény, és tényleg ezt el kell fogadnunk így. Az elég kitűzött célt a csapat messze túl teljesítette. Olyan egyesületeket előzött meg, amelyek sportdiplomáciában és anyagi lehetőségekben is jóval erősebbek a miénknél. Megnézve, összehasonlítva a mi lehetőségeinket, és megnézve azoknak a csapatoknak a lehetőségeit, akikkel mi játszottunk, tehát egy Velence, egy La Spezia, egy Baltiska Zvezda, de egy Fenerbahçét is említhetek. Ezeknek a költségvetése büdzséje fényérő távolságokra van a miénktől. Tehát ha így nézzük, akkor viszont nagyon büszkék vagyunk, és boldogok vagyunk a második helyezéssel is. A hatalmas sikert elért csapat valamennyi játékosát, vezetőjét, edzőjét a városunkért érdeméremmel tüntette ki a polgármester, aki a város 1,5 millió forintos támogatásáról szóló okmányt is átnyújtotta a MÁV Kópot támogató szponzori csoport vezetőjének. A kék-sárgák csapatkapitánya pedig egy általuk aláírt zászlóval lepte meg a város első emberét. Az ezüstérem okán ezek az autogramok is jelentősen felértékelődtek. Ma már egész biztos vagyok benne, hogy egy következő Európa Kupa fordulón, ha a mi lányaink ott lesznek, egészen másképpen fognak az ellenfeleink készülni, és egyáltalán nem azt kérdezik, hogy kik ezek, honnan jöttek, hiszen a teljesítményük már híresítette őket. Nagyon büszke vagyok erre a teljesítményre, hiszen gondoljuk meg, vannak magyar csapatok, vagy európai csapatok, akik a döntőbe se jutottak ki. Tehát a legjobb 4 közé sem kerültek. Rendkívül fontos eredmény, és azt gondolom, büszkék legyünk és örüljünk ennek a teljesítménynek. A csapat sikerét Gina Farmer különdíja tette teljessé. Az új-zélandi hölgy lett a 4-es döntő legjobb centere, de valamennyi csapattag megérdemli a dicséretet. Vasárnap este az elveszített döntő után a lányok nagyon szomorúak voltak. Az Isztambulba kiutazó szurkolók, na meg a frenetikus hétfői fogadtatás azonban hamar mosolyt csalt az arcokra. Örülni, nagyon örülni, mert szerintem ez nagyon, nagyon nagy eredmény. Igaz, hogy mi meccs után kicsit szomorúk voltunk, mert éreztünk, hogy lehetett volna jobb is, de az év ellen, ha valaki mondta, hogy másodikak leszünk, akkor két kézzel mondjuk, hogy igen. A sikeredző elmondása szerint a csapat ma délelőtt már szót sem ejtett az Európa kupáról, a városházi fogadással pedig lezártnak tekintik a kalandot. Való igaz, ünneplésre nem sok idejük maradt. Péntek este Miskolcon játszanak, a bajnokságon kívül pedig még a Magyar Kupában is lesznek kötelezettségeik. Jogtalanul állított emlékművet a Tanácsköztársaságnak a Munkáspárt. A szervezet egy vállalkozás által bérelt, önkormányzati tulajdonú területen alakított ki emlékhelyet, ám engedélyt nem kért sem a várostól, sem a bérlőtől. Emlékmű emlékhely felállításához azonban minden esetben közgyűlési döntésre van szükség. Van, aki szemétlerakónak, van, aki emlékhelynek használja a régi 4-es út Szolnokról kivezető szakasza melletti földterületet. Egy dologban azonban hasonlítanak, mindkettő illegális. A felüljáró utáni földterület az önkormányzati, melytől bérli azt egy vállalkozás. A cég vezetője igencsak meglepődött, mikor egyik napról a másikra kinőtt a földből egy, a Tanácsköztársaságnak emléket állító mementó. Kikérem magamnak, hogy egy olyan területen, amiért mi pénzt fizetünk, a megkérdezésünk és tájékoztatásunk nélkül egy legalábbis kétes értékű emlékművet állítsanak föl, bárki is, magánember, szervezet. A KFT vezetője nem tudja, hogy ki vagy kik állították az emlékhelyet, ám közelről megnézve azonnal kiderül, kinek is volt fontos, hogy mementót állítson a Tanácsköztársaságnak. A Munkáspárt ugyanoda helyezte el a fatáblát és a koszorúkat, ahol egykoron az eredeti 1919-es emlékmű állt. Az akkori vörös csillagos sziklából faragott alkotást a 70-es években készítette a Városi Tanács és a KISZ.
Aztán társaival együtt ennek az emlékműnek is beteljesedett a sorsa. Egy országgyűlési, majd egy önkormányzati döntés értelmében 1994-ben a többi hasonló alkotással együtt elszállították. A terület tulajdonosa Szolnokváros, ám az önkormányzat illetékes osztályaitól senki sem kért engedélyt az emlékmű felállítására. Sőt, a történetet tőlünk hallották először a jogi főosztályon is, ahol elmondták, szobor, emlékmű, emlékhely emeléséhez méretétől függetlenül közgyűlési döntésre van szükség. A munkáspárt azonban úgy véli, csak visszaállította az eredeti helyzetet. Szólni nem szóltak senkinek, gondolták, ha valakinek nem tetszik, az majd fogja és elviszi. Egyébként pedig nem is tudják pontosan, kié a terület. Amit tudtunk, a közültnek a része, négyes számú közülthoz tartozik, közterület, Szolnokváros külterületén van. Nem tudjuk pontosan, hogy ki a tulajdonosa a területnek. Erre nem kellett volna engedélyt kérni, mit gondolnak? Én nem tudom. Én úgy gondolom, hogy ma megyünk a József Attila szoborhoz, oda se kérünk engedélyt, hogy megemlékezzünk József Attila születésnapjáról. Igaz, ott nem is akarnak emlékhelyet létesíteni. A munkáspárt képviselője szerint a faoszlopot rajta a felirattal minden évben felállítják, de csak ideiglenesen. Az ideiglenesség alatt azt kell érteni, hogy pár nap alatt ismeretlenek mindig eltüntetik az emlékhelyet tartóoszlopostól, feliratostól. Az 1919. március 21-én kikiáltott tanácsköztársaság talán legfőbb vívmánya, a magánvagyon jelentős részének államosítása, a sajtószabadság megszüntetése és az egypártrendszer bevezetése volt. A tanácsköztársaságot többféleképpen lehet megítélni, ám azt máig sem tudták felderíteni, hogy az uralom 133 napja hány áldozatot követelt. Egyes kutatók szerint a meggyilkoltak száma eléri az 500-at. Az ipari park első betelepülője két ütemben 600 új munkahelyet létesít a megyeszékhelyen. A 12.600 négyzetméteres üzemcsarnok építési munkálatai már kedden megkezdődtek, az átadási határidő szeptember 1-je. A szolnoki ipari park területén a közművesítési munkálatokat végzik, a közgyűlés március 25-én döntött arról, hogy az Eagle Ottawa lehet az első betelepülő. Az autóipari bőrgyártással foglalkozó cég az általa bérelt üzemcsarnokban jelenleg 180 embernek ad munkát. Egy pénzügyi befektetőcsoport 1,5 milliárd forintjából kedd óta már épül az Eagle Ottawa új bérleménye, a 12.600 négyzetméteres üzemcsarnok. A szeptember 1-i átadást követően 400-an dolgozhatnak a gyáregységben, ám az amerikai tulajdonú cég és az önkormányzat már tárgyal a második ütemről is. Ennek értelmében 7,500 négyzetméteren további szolnokiak és környékbeliek juthatnak munkahelyhez. Ez a területbővítés további kb. 200 munkahelyet jelent, összességében 600 olyan munkahelyre gondolunk, ami a beruházással Szolnokon megvalósul. Az ipari parkban az első olyan nagy beruházás történik meg az Eagle Ottawával fémjelezve, ami reményeink szerint további beruházókat fog ide csábítani, hiszen eltökélt szándékunk, hogy a foglalkoztatást, a munkahelyteremtést Szolnokváros és környéke lakói számára az önkormányzatnak menedzselnie szükséges. Az Eagle Ottawa 2002-ben kezdte meg a termelést szolnoki gyáregységében. Az ide települést nagyban segítette, hogy a megyeszékhelyen nagy hagyományai vannak a bőr- és könnyűipari szakmunkáknak, az Euroszol Kft. Jelenléte pedig megfelelő referencia az Egyesült Államokban piacvezető cégnek. A működésének az elmúlt két évében meggyőzött arra az Eagle Ottawa, hogy itt nagyon tehetséges jó munkaerőre lehet, és az önkormányzat személyében pedig egy igen támogató partnerre talált, és az együttműködésünk azt bizonyítja, hogy Magyarországon véleményem szerint rendhagyó módon, európai szinten az önkormányzat támogatja és támogatta az Eagle Ottawa és gondolom egyéb más betelepülni szándékozók törekvéseit. Az Európai Unió előírásainak megfelelően a város 2006. december 31-ig helyi adókedvezményt biztosít a vállalatnak. Több az ipari parkba betelepülni szándékozó céggel előre haladott tárgyalások folynak. Élelmiszeripari vállalkozások, hűtőházláncok, az Eagle Ottawához hasonló termelőberuházások is érdeklődnek a piroskai úti lehetőségek iránt. Hazánkon kívül még 9 ország várja május 1-jét, a közösség bővítésének hivatalos napját.
Szolnok a csatlakozó országok nagyvárosaihoz hasonlóan nagyszabású kulturális programokkal készül a belépés ünnepére. A miniszterelnöki hivatal pályázatain közel 8 millió forintot nyert a város az április 22-től május 2-ig tartó kavalkád megrendezésére. A programok a megyeszékhely több pontján zajlanak, a legfontosabb események helyszíne a Hill tér, a Kossuth tér, valamint a Tiszaliget lesz. Ugyanilyen érdekesnek ígérkezik az óvodások napja, amit fogunk szervezni. Az óvodásoknak a számítástechnika mellett aszfaltrajzversenyt is fogunk hirdetni, és hát a győztesek egy nagy sütizéssel lesznek a szervezőknek a vendégei. De nagyon látványosnak és érdekesnek ígérkezik a nagyszülők napja is többek között, ahová elsősorban nyugdíjasokat várunk, és hát lehetőségük lesz egy gyors számítógépes tanfolyamnak az elvégzésére. A Kossuth téren felállított szabadtéri színpadon egyebek mellett fellép Tolcsvai László is. A belvárosi nagytemplomban május 1-én a szolnoki szimfonikusok adnak hangversenyt, melyen természetesen felcsendül Beethoven örömódája, az Unió himnusza is. Az Unió nem egy karitatív szervezet, csak egy lehetőség a különböző támogatások megszerzésére. Ezekkel azonban nekünk kell élnünk, mondta dr. Szanyi Tibor, az FVM politikai államtitkára a Megyeházán tartott tájékoztatóján. Véleménye szerint mind a csatlakozással, mind a magyar agrárpolitikával kapcsolatban rengeteg a rémhír, melyeknek semmilyen valóság alapjuk nincs. Az országnak nincs még egy olyan területe, melyet annyira sújtott volna a 2002-es és a 2003-as aszály, mint Jász-Nagykun-Szolnok megyét. Mindez arra ösztökéli az önkormányzatot, hogy megkülönböztetett figyelemmel forduljon a régió felé, mondta a tájékoztatóján dr. Szanyi Tibor, az FVM politikai államtitkár. A homokhátsági program beillesztése a SZAPAR pályázatokhoz, a vásárhelyi terv vésztározó építésére vonatkozó elképzeléseinek beindítása, az elkészült aszály stratégia mind azt jelzik, hogy fontos a minisztériumnak az ország közepe is, folytatta a politikus. Véleménye szerint az elmúlt két esztendőben a mezőgazdaságban is elvégezték a csatlakozáshoz szükséges utolsó simításokat. A következő két év feladata lesz, hogy zökkenőmentesen illesszék be a magyar agráriumot a közösség rendszerébe. Az Unió elsősorban a növénytermesztési ágazatokat támogatja. Dr. Szanyi szerint bizarr a helyzet, hiszen épp ez az ágazat volt mindig is versenyképes hazánkban. Sokan attól tartanak, hogy az állattenyésztés elmarad a többi terület mögött. Elsődleges célunként tartjuk, hogy a prioritást kapjon az állattartó telepek földhöz jutásának a kérdése, és prioritást kapjon az, hogy miként tudjuk az állattenyésztés költségeit csökkenteni, akár a technológiai fejlesztésekben való közreműködés, akár pedig az állategészségügyi vagy élelmiszerhigiéniai feltételekhez való jobb igazodást elősegítendő. A már meglévő pályázati lehetőségek is segítették az ágazatokat. A SZAPAR program lehetőségeit például 100%-ban kihasználták a vállalkozások, ugyanúgy, mint a minisztérium 160 milliárdos hitelkeretét. Aggasztó azonban, folytatta az államtitkár, hogy egyre több rémhír lát napvilágot. Ezek közül a legutóbbi az úgynevezett brazil csirkeügy kapcsán terjedt el. Amikor Magyarországon körülbelül 350 ezer tonna csirkehúst elfogyasztunk egy évben, ezen túlmenően egy olyan 85 ezer tonnát exportálunk, ez majdnem 500 000 tonnányi csirke, akkor egy fél év alatt Magyarországra beérkező 600 tonna brazil csirkét nem kell kikiáltani a piac romba döntőjének. Az államtitkár szerint az Unió nem karitatív szervezet, csak támogatási lehetőségeket biztosít. Ezekkel a lehetőségekkel azonban már hazánknak kell élnie ahhoz, hogy a csatlakozás után felzárkózhassunk a nyugati országok mezőgazdaságához. Ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést a Szolnok Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Ügyvezetője azért, mert nyilvánosságra került az a vételi jogot igazoló okirat, amely a cég és a Cívisin Kft. Között létrejött február 1-én. Szőlősi László továbbra is állítja, hogy az ugyancsak az ő nevével jegyzett Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Tulajdonában van a Szolnok Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft.
Továbbra is kitart korábbi állítása mellett Szőlősi László, mely szerint senkivel sem tárgyalt a Szandaszőlősi rétre jégcsarnokot építeni szándékozó Szolnok Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Eladásáról. A céget eddig sem és ezután sem kívánja értékesíteni. Az április 4-i aktuálisban bemutatott vételi jogot alapító okirat részleten is jól látható az ügyvezető, mint eladó aláírása. A büntető törvénykönyv írja le azokat a tényállásokat, amelybe ütközik ezeknek a szerződéseknek a nyilvánosságra hozatala és megszerzése. Ennek kapcsán ismeretlen tettes ellen a társaságunk feljelentést fog tenni. A vevőként szereplő Civis Ing. Kft. Ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a szerződésben foglaltak vételi jogot biztosítanak számára, ám ezzel jelenleg nem kíván élni a társaság. Keddi hírmagazinunkban bemutattuk a vételi jogot alapító okirat három részletét, a teljes szerződéshez szerdán jutottak hozzá a megyeszékhely médiumai. Ezzel együtt úgy tudom, hogy kiosztásra került a sajtóképviselőinek a két szerződés fénymásolata. Akkor különösebben nem is kell magyaráznom. Ezek a szerződések is megerősítik azt az állítást, amit tegnap előtt tettem egy sajtótájékoztató keretében önöknek. Senkinek nem adtuk el, és az illető urakkal, társaságokkal nem is tárgyaltunk az eladásról, független a napi lapban megjelent tényállítástól. A Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. Ügyvezetője a keddihez hasonló rövidségűre fogta délutáni tájékoztatóját, ezúttal sem várva meg a kérdéseket, távozott. Így továbbra is megválaszolatlan az a kérdés, hogy mikor lesz Szolnok a jégcsarnok. Célba lövés vízsugárral, mentés egy imitált gázmérgezés helyszínéről, csak pár azok közül a próbák közül, melyeket az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny résztvevői kellett, hogy teljesítsenek a Tiszaligetben. A modellezett helyszínektől alig 100 méterre a vízügyi szakemberek a gát bevédésén fáradoztak. A sziréna szerencsére nem valódi veszélyre hívta fel a figyelmet. A Tiszaligeti Turisztikai és Szabadidőközpontban indították eképpen feladatukat a megyei verseny résztvevői. A 16 csapat több helyről kapott segítséget a felkészülés ideje alatt. Amit kaptunk felkészítőkönyvet, abból és segítséget kértünk a Törökszent Miklósi polgárvédelmi vezetőtől. A fizikai megmérettetések mellett tesztet is ki kellett tölteniük. A kérdőívek katasztrófavédelmi, kárelhárítási és polgárvédelmi alapismereteket firtattak. Eddig el kellett mondani, hogy a ruházatok, hogy tűzoltók és a rendőrség, illetve a polgárvédelem milyen ruhákat használ. Volt térképismertetés, hogy határozzuk meg térkép nélkül a helyzetünket és térképpel. Korán reggel kezdődött a verseny, a hűvös miatti réteges öltözettől néhány feladat után már szabadultak is a diákok. A feladatok lebonyolításához rengeteg segítőre volt szükség. Mellé beszélni, trükközni szinte lehetetlen, hiszen minden állomáson több tűzoltó, polgári védelmi szakember ellenőrzi a diákok minden mozdulatát, minden szavát. Tegnap az általános, ma a középiskolásokét. Én nagy örömmel számolhatok be arról, hogy gyakorlatilag a maximális 230 pontos összértékelő pontszámból még a legrosszabb is 180 pont fölött teljesítettek. Én azt hiszem, hogy átlagosan nagyon jó színvonal a felkészülésük. Remélem, a mai napon is ilyen eredménnyel zárunk. A Tiszaligeti Szabadidőközpontban csak modellezték a veszélyhelyzeteket az iskolások. Tőlük alig 100 méterre a gátak megerősítésén dolgoztak a szakemberek. Ott már élesben megy a verseny. Rendben zajlott az országgyűlési választások első fordulója Jász-Nagykun Szolnok megyében. Rendkívüli esemény nem történt. Tájékoztatta az aktuális dr. Bozsó Péter, a területi választási iroda vezetője. Szűkebb régiónkban is érvényes volt a szavazás. A 8 egyéni választókerületből 5-ben azonban a második forduló dönt a mandátumok sorsáról. Kevesebben mentek el szavazni idén, mint a 2002-es országgyűlési választások első fordulójában. Tegnap a szavazásra jogosult állampolgárok 67,81%-a járult az urnákhoz, ez csaknem 3%-kal kevesebb, mint 4 évvel ezelőtt. Jász-Nagykun Szolnok megyében a voksolási hajlandóság most sem érte el az országos átlagot, sőt megyénkben adták le a legkevesebb szavazatot. A Szolnokot is magába foglaló 3-as számú egyéni választókerületben 66, míg a 4-esben 68% fölött volt egy kevéssel a részvétel.
Ezen belül a megyeszékhely jól teljesített, hiszen a választásra jogosult szolnokiak 70%-a felkereste a 70 szavazókör valamelyikét. Amint az várható volt, ezúttal is a két nagy párt küzdelmét hozta az első forduló. A hármas körzetben indulók közül Botka Lajosné az MSZP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot, szám szerint 13.814-et, ami 44,81%-os aránynak felel meg. Szalai Ferenc végzett a második helyen, a Fidesz-KDNP jelöltjére 13.316-an szavaztak, ez a voksok 43,19%-a. A második fordulóra állva maradt még Erdei Péter, az SZDSZ jelöltje, aki a ráadott 1782 voksal 5,78%-os eredményt ért el. A négyes körzetben indulók között is a második forduló dönt, ugyanis az első helyezett szocialista Iváncsik Imre a szavazatok 49,3%-át szerezte meg 15.492 voksal. A második helyen ebben a kerületben is a Fidesz-KDNP jelöltje végzett, dr. Kovács Lászlóra 11.639-en szavaztak, ami 36,84%-os arányt jelent. Reménykedhet még az SZDSZ jelöltje, aki ugyancsak részese lehet a második fordulónak. Pálmai László az 1812 szavazattal 5,74%-ot produkált. A parlamentbe jutott pártok közül az MDF jelöltje Demeter István 4,29%-ot ért el 1322 szavazattal, míg Petronyák László a voksok 4,8%-át szerezte meg, miután rá 1515-en szavaztak. A listára leadott voksok alapján az MSZP lett az első 47%-os eredménnyel, a Fidesz-KDNP listája kevesebb, mint 40%-ot kapott. Más párt viszont a megyében nem lépte át az 5%-os küszöböt. Ez egyben azt is jelenti, hogy az MSZP, illetve a Fidesz-KDNP 3-3 mandátumhoz jutott a területi listáról. A megye 8 egyéni választókerületéből 3-ban érvényes és eredményes is volt a szavazás első fordulója, így az 5-ösben, a 6-osban és a 8-asban nem tartanak második fordulót, miután az első helyen végzett jelölt megszerezte a voksok több mint 50%-át. A többi 5 körzetben, április 23-án viszont újra az urnák elé kell járulni, így a Szolnokot is érintő 3-as és 4-es egyéni választókerületben. Kedre virradó éjszaka félhetően eléri a vasúti híd beton pillérének tetejét a zagyva vízszintje. A MÁV ZRT-től kapott információ szerint a hidat akkor kell mesterségesen leterhelni, ha a vízszintes fémszerkezet alsó pereme és a vízoszlop közötti hézak kevesebb, mint 10 cm. A távolság jelenleg körülbelül 1 méter, így a vasúttársaság kivár az intézkedéssel. Nem úgy azok a hajléktalanok, akik a hídpilléren rendezték be ideiglenes otthonukat. Egyelőre nem okoz fennakadást a vasúti közlekedésben a Tiszán levonuló árhullám. Tekintve azonban, hogy az agyván is érzékelhető a folyó visszaduzzasztó hatása, résnyire szűkült a fémszerkezet alatti átjáró. A vasúti híd egyelőre állja a sarat, akarom mondani a vizet. Aki emlékszik a 2000-es nagyárvízre, bizonyára arra is emlékszik, hogy akkor a hídra egy jól megrakott teherszerelvényt állított a MÁV RT, ezzel biztosította a híd épségét. Most körülbelül 1 méter van még ahhoz, hogy a víz elérje a híd alját. Elképzelhető, hogy idén is hasonló intézkedést kell foganatosítani. Kérdésünkre a MÁV illetékesen megerősítette, figyelemmel kísérik az árvíz szint alakulását. Az Esztergom almás fűzítővonal mellett a Szolnokon áthaladó nagyforgalmú szakaszt is kontroll alatt tartja a pályavasúti igazgatóság. Akkor veszélyes, ha az acél szerkezetet már 10 cm-re megközelíti a víz magassága. Ugyanis ilyenkor a folyó egyszerűen vagy elsodorná magával a híd szerkezet vízszintes részét, vagy egy olyan probléma is előfordulhat, hogyha még jobban emelkedik a vízszint, akkor egyszerűen fel is emelheti, és mintha egy fatörzset el is úsztatná a nagyfokú, a gyors hullámokban érkező víz a hidat. A hidat egy ideje a hajléktalanok is látogatják, csak találgatni lehet, hogy miként sikerült a képen látható két utcai padot az emelet magas kőpillérre emelni. Egy biztos, a padok áradás előtt kerültek oda, s bár parkban maradt társaiknál magasabban vannak, az már most borítékolható, hogy nem ússzák meg szárazon.
A Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet, valamint annak segítőkéz alapítványa idén 5-ször adta át a nevelőszülői díjat. Az elismerést a Gyivi fennállásának 50. évfordulóján alapították 2003-ban. A díjat minden évben 3 nevelőszülő kaphatja meg. A Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet működteti a nevelőszülői hálózatot. A megyei intézet 6 hónapostól 24 éves korig helyez el gondozottakat, hogy amennyire lehet, családi körben nőjenek fel. Március 31-i adatok szerint a megyében 975 gondozott fiatal közül 573 él családban. Köteles Istvánné 1962 óta lát el nevelőszülői feladatokat. 2 saját gyermeke mellett 22 állami gondozott fiatalt nevelt fel. Több mint 4 évtizedes önként vállalt feladatát nem érzi munkának, sajátjaként szereti valamennyiüket. Hát sokszor felbosszantanak, különösen Karmi fiam, mert ő elég hanyag a ruhája körül. Én persze szégyellem, mondom, hogy ide figyelj, egy kisfiam már nem szégyellem, azt a cipőt nem kitakarítani, meg azt a ruhát szépen letenni, hogy ne legyen olyan gyűrött. Már önálló életet folytató egykori gyermekei visszajárnak hozzá. Az ünnepi asztalnál bizony össze kell húzniuk magukat. A következő összcsaládi esemény azonban minden eddiginél nagyobb lesz. Május 6-án meglakodalomban leszünk, mert már a lányom nevelt lányomnak a lánya esküdik. Debrecenben lakodalomban leszünk. Úgyhogy aranyosak, tényleg szeretem őket igazán. Sok szeretetet kaptam tőlük. Kovács Imréné 1976-ban vált nevelőszülővé. 4 gyermeke mellé fogadta 5-nek Csabai János Pált, aki akkor 27 hónapos volt. A fiatalember olyan ösztönzést kapott Borika nénitől, hogy a debreceni érettségi után egyetemre jelentkezett, Cambridge-be. 2001-ben lett a matematikatudományok doktora. Kutató munkáját azóta is a leghíresebb angol egyetemi városban végzi, emiatt nem is tudott eljönni a mai ünnepségre. Nagyon szeretem, ő szeret nagyon, minden héten telefonál, 2-3-szor, pedig nem sok, nem kevés vízbe kerül. Tegnap is telefonált, hogy vagy, mamikám, mondom, jól vagyok. Majd most a nyáron majd jön haza, kivisz majd bennünket. Tavaly is kint voltunk egy hétig lányommal. Nagyon szép helyen van. Nagyon örülök neki. Géric Tiborné a 2 előző díjazotthoz képest friss nevelőszülő, hiszen csak 19 éve fogadta be első fogadott gyermekét. Férjével együtt 10 gondozott számára nyújt biztos hátteret, minden rábízott gyermeket olyan területre segít, ahol leginkább megtalálja számítását. Eredeti hivatását is feladta, hogy csak szeretteivel foglalkozhasson. Szükségük van a gyerekeknek rám. Én azért kezdtem ezt el, mert úgy éreztem, hogy itt szükség van rám, ahol dolgoztam, ott nem igazán éreztem, hogy szükség van a munkámra. A méltató szavak hallatán még csak-csak tartja magát, ám amikor gyermekeitől egyenként kap egy-egy szál virágot, a torkában lévő gombóc sziklává dagad, és nem lehet megállítani a könnyeket. Miként a gyerekekét sem. Párásodik a szem, mindenkinek bizsergetően ráng a szája széle. Vannak úgy kiruccanásai, de hát nem tőlük örököltem a géneket, csak próbáltak volna segíteni. Két év alatt közel 1.300.000.000 forint fejlesztési támogatást nyert Újszász. A szomszédváros önkormányzata idén további beruházásokat tervez, ezeket is pályázati pénzekből. A város idei költségvetésében fejlesztésre csupán 15.000.000 forint jut. Pénzügyi és pályázati bravúr az, amit Újszász önkormányzata az eltelt esztendőkben véghez vitt. A város intézményei sorra megújulnak, korszerűsödnek, bővülnek, a kulcs, a jó és persze nyerő pályázatok sora. Újszász 2 év alatt 100 pályázatot nyújtott be, ezek közül több mint 30-at megnyert. A városvezetése 2003-ban megalkotta azt a koncepciót, ami mentén elkezdtünk dolgozni, és ennek eredményeképp 3 olyan nagy nyert pályázatunk van, amely a mai napjainkban a megvalósulás küszöbén van, ebből 2, ez 2 ropos pályázat volt, közel 400 millió forint beruházási költséggel, és most épül egy hepapos
pályázatból egy 40 személyes bölcsődénk, ez kb. 150 millió forintos beruházással. Az imént említett regionális fejlesztési alapokból megújult az általános iskola és korszerű óvoda épült, a bölcsőde pedig hamarosan elkészül. A városvezetés további fejlesztéseken gondolkodik. Jelen pillanatban készülünk beadni egy szintű támogatási igényt, ez a idősek szolgáltatási otthonának a felújításáról szólna, és a legújabb pályázatunk, ami megjelent Magyarországon, az úgynevezett norvég alapra pályáztunk az elmúlt hetekben. Itt egy 120 millió forintos beruházás készülne el, ez szintén az idősek otthonának a felújításáról szól, külső homlokzat, nyilázáró akadálymentesítéssel. A szebb napokat látott most mállóvakolatú, vizesedő, hiányos ornamentikájú, egykori Orci kastélyra bizony ráférne a stafírozás. A tervek szerint az épület tatarozásával nem érne véget az idősek otthonának fejlesztése. Olyan új létesítményt is szeretne Újszász, amelyben a mintegy 220 gondozott korszerű ellátását meg tudnák oldani. Az egykori főúri lak pedig más, elsősorban idegenforgalmi, szabadidős célokat szolgálna. Mint minden településen, így Újszászon is feneketlen zsák az úthálózat karbantartása fejlesztése. Nincs az a pénz, amit erre nem lehetne elkölteni. Az utóbbi években a város 20 útját újították fel. Az a célkitűzésünk, hogy ez év végére az összes földutat megszüntessük, ez most már elérhető közelségben van. Napokban kaptam pont két döntésről eredményt, ez két új felújítás arról szól. Az Akácfa és a Vörösmarty utca felújítására 35 milliót költhet Újszász önkormányzata. Az útprogram mellett a város új egészségügyi központ építését is tervezi, és folyamatban van a könyvtár és a művelődési ház felújítása is. Szerdáig várja a jelentkezéseket a Szolnokvárosi Baleset Megelőzési Bizottság a kerékpáros ifjúsági kupára és a Ki a Mester kétkeréken elnevezésű versenyre. Ez utóbbi megmérettetésre 7-9 és 10-12 éves gyerekek jelentkezését várják. Nekik elsőként kressztudásukat kell bizonyítani, majd kerékpáros ügyességi gyakorlatok következnek április 20-án 10 órától. Egy nappal később ugyancsak 10 órakor rendezik a kerékpáros ifjúsági kupát. Erre felső tagozatos két lányból és két fiúból álló csapatok nevezhetnek. Itt is lesz kreszteszt és ügyességi feladatsor. A legeredményesebb versenyzőket díjazzák, az első helyezettek pedig részt vehetnek a megyei döntőn. Mindkét verseny helyszíne a Szolnoki Rendőrkapitányság. Lakat került a falra. Pontosabban a szolnoki diákközgyűlés javaslatára elkészült, délután átadott úgynevezett lakat falra. Az összetartozást, az örök hűséget szimbolizáló jelkép azonban nem csak a fiatal, hanem az idősebb szerelmeseket is várja a Gyaloghíd Tiszaligeti hídfőjénél. Romantikus dallamok csalogatták a Gyaloghíd Tiszaligeti hídfőjéhez a sétálókat, és érkeztek is egyre többen, hiszen ekkor adták át a város első lakatfalát. Ez lesz az a hely, ahol a szerelmesek összetartozásuk jelképeként lakatot helyezhetnek el a fát szimbolizáló falon. Ez a hely persze nem csak a fiataloké, hanem az idősebb korosztálynak is szánjuk, hiszen reméljük, ők is helyeznek majd el itt lakatot örök hűségük jeléül. A lakatfal ötlete a diákközgyűlésen vetődött fel. Mindez azért, mert a Gyaloghíd átadását követően egyre többen helyezték el lakatjaikat a híd rótszerkezetén. Ez azonban magának a hídnak az épségét veszélyeztette. A Gyaloghídon a lakatok kellőképpen rondák, és ráadásul veszélyesek is lehetnek, ahogy a tervezők elmondták, és így aztán a gondolat és a praktikum összetalálkozott, amikor a gyerekek kitalálták, hogy csináljunk egy lakatfalat. Szalai Ferenc és Kalmár Lilla, a két polgármester, közösen leplezték le a falat. Az első lakatot pedig az a szerelmes pár helyezhette el, amelyik megnyerte az Új Néplap szerelmi történetíró pályázatát. Nekem a szerelmet jelenti, hogy föltettem ezt a lakatot. Egy örök emlék, hiszen a lakat ugye azt jelképezi, hogy az időnek ellenáll, rozsdának ellenáll, és hát nagyon remélem, hogy a férjemmel való szerelmünk is ilyen jövőt fog megélni. Évente 30 ezerrel fogy hazánk népessége, mondta Szalai Ferenc, aki szerint a lakatfa éppen ezért legyen jelképe az összetartozásnak, annak, hogy a szerelmesek vállalják egymást, és hisznek a családban, a családalapításban. Yeah.
Egy csomag válogatott kerti vetőmag, ezzel a szerénynek tűnően értékes ajándékkal lepte meg a Vöröskereszti Jász-Nagykun Szolnok megye 5 kistérségében a művelésre alkalmas telekkel rendelkező rászorulókat. A tavaly indult akció sikere motiválta a folytatást. Úgy tartják, aki fát ültet, az a jövőre gondol. Rövid távon ugyanez igaz a kiskerti kultúrákra, feltéve persze, ha van, amit elültessen a gazda. Egy külföldi alapítvány kezdeményezése nyomán tavaly osztottak először vetőmagot a rászorulóknak. Az akció sikeresnek bizonyult. 3 fotó készült a kiskertekről, és minden egyes olyan folyamatot tudtunk dokumentálni, amikor növésben van még a vetemény, illetve ugye lehetett, amikor már termést is le tudtuk fotózni, úgyhogy nagyon szép termések születtek. A török szentmiklósi, karcagi, kunszentmártoni és tiszafüredi kistérség mellett ma Szolnokon várták a rászorulókat. Hát elveteményezem a kertembe, és jól teszünk belőle. A szervezők szerint már egy 50 négyzetméteres előkert is alkalmas a művelésre. Édesanyám él, 74 éves, és ő nála van a kert, ott tudok gazdálkodni, ott főzünk, mert máskülönben nem tudnák megélni. A kiosztott vetőmagokat egy szolnoki cég ajánlotta fel. Ami másnak talán szerény kiadás, az a rászorulóknak óriási segítség. Anyukámmal vagyok együtt, és ő nyugdíjas, ráadásul beteg is, úgyhogy ez nagyon jól jön most. Jász-Nagykun Szolnok megyében összesen 550 csomag vetőmagot osztottak szét. A jogosultak listáját a helyi önkormányzatok és a szociális ellátásért felelős települési intézmények nyilvántartásából állították össze. Járatritkítást tervez több városi vonalon és a Jászkunvolán ZRT. Az Alcsi-szigeti úton élők úgy tudják, őket is érintheti a lépés. A szerkesztőségünket megkereső panaszos szerint ezzel ellehetetlenítenék az ott lakókat. A 6-os busz ma még a megszokott menetrend szerint közlekedik, ám egyes hírek szerint a Jászkunvolán szakemberei ezen járat menetrendjének módosításával is faragnának a cég veszteségéből. Nagyon nagy baj. Itt vannak idősek, vannak gyerekek, más közlekedési lehetőség nincs. És ez nagyon kellene itt. A Jászkunvolánnak úgynevezett veszteségtérítési szerződése van a várossal. Az önkormányzat azonban a szűkös anyagi források miatt vélhetően nem tudja finanszírozni a társaság deficitjét. Ezért miként tavaly is, idén is rákényszerülünk arra, hogy a kibocsátott kapacitást, adott esetben a futás teljesítményt csökkentsük. Nem a megszüntetésről van szó, csupán az utasszámlálási adatok által kevésbé forgalmasnak mutatkozó napszakokban ritkítanák a járatokat. Eddig nagyjából óránként járt oda autóbusz, most a reggeli órákban 3, meg a délután, tehát a hazamenetelhez, a munkából hazamenetelhez ismét 3 járatpár lesz, tehát összesen 6 járat marad. A járat ritkítást főleg azok éreznék meg, akik változó munkarendben dolgoznak valamely szolnoki cégnél. A gyermekeim iskolába jár, műszakos iskolába, tehát hol délelőtt, hol délután, szinte ahány nap annyiféle órába megy. Én műszakos munkarendben, ami reggel korán van, vagy délután és este haza. És ezért nekünk fontos, hogy mindenféle busz legyen. A közgyűlés április végén tárgyal a Széchenyi lakótelepre, Szandaszőlőste és a Holtiszához közlekedő egyes járatok esetleges ritkításáról. A változások június 16-ától lépnek érvénybe, addig pedig... Amíg nyár lesz, akkor bicikli. És harcolunk, hogy mire muszáj buszra szállni, akkor a buszunk is legyen, és busz megállunk. Az egyházak és a rendőrség lehetőségei a bűnmegelőzésben. Ezzel a címmel rendezett szakmai napot a megyei kapitányság. Az egyeztetésen az egyházak képviselői is jelen voltak. A bűncselekmények áldozataival való törődés, jogaik érvényre juttatása alapvető társadalmi érdek, hangzott el a fórumon. Sokan azonban nem keresik fel a rendőrséget, sok esetben különböző felekezetektől, civil szervezetektől várják a segítséget. Az egyházak jelentős szerepet vállalnak az oktatásban, most pedig a rendőrség is nyit feléjük. Abból, hogy tudunk egymásról, meg nem bántjuk egymást, abból nem tudunk építkezni. A társadalmi érték romlásnak pedig éppen ez lenne a nagy felszólító ereje, hogy fogjunk össze és próbáljuk ezt a társadalmat együtt stabilizálni.
Győri Péter Benjamin evangélikus lelkész is üdvözítőnek tartja a kialakulóban lévő kapcsolatot, szerinte a szervezetek sokat segíthetnek egymásnak. Végre jó volna úgy tekinteni az emberi életre, illetve a közösségi életre, mint amely egy egységes egész, amelyben semmiképpen nem egymás ellen, hanem azonos célok érdekében dolgoznak a különböző szereplők. Az együttműködés legfőbb célja, hogy olyan lehetőséget találjanak, amelyek további alternatívát nyújthatnak a társadalom közös gondjának megoldására, aminél nagyobb biztonságérzet megteremtésére. Bízunk abban, hogy ez csak az első lépés lesz, ez egy ünnepi pillanat, és a jövőben a szürke hétköznapok munkájában is folytatni tudjuk majd azt a közös munkát, aminek a létrehozásáról ma beszélgettünk. A szakemberek szerint a bűnmegelőzés hatékonyságának növelését a pedagógusok, a szülők, az önkormányzat és az egyházak a rendőrséggel karöltve csak közösen tudják megvalósítani. Kupagyőztes az olaj, hétfőn este izgalmas mérkőzésen a Paks csapatát legyőzve negyedik kupasikerét aratta a szolnoki kosárlabda csapat. 11-0-ás rohammal villámrajtot vettek a piros-feketék, de a paksiak még a félidőre kiegyenlítették hátrányukat. A térfélcsere után azonban meglépett az olaj, 8 pontnyi előnyüket stabilan tartották. A lefújás előtt pár perccel közelebb férkőzött az atomerőmű, de a tiszapartiak visszaverték támadásukat, és 85-75-re megnyerték a mérkőzést. Az érmeket és a kupát Szalai Ferenc a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, valamint Sterbenc Tamás főtitkár adta át a negyedik kupa-aranyát szerző szolnoki csapat játékosainak. A négyes döntő legértékesebb játékosa Obi Trotter lett, akit a torna All-Star keretébe is beválasztottak. Közben előkerült a mélyhűtőből a pezsgő is, Báder Márton kezdte a locsolkodást. A győztes edző kiváltságoként Por Péter levágta a gyűrűről a hálót. Majd büszkén mutatta, hogy már 4 kupa győzelemnél jár. Az első célunk, amit kitűztünk ebbe az évbe, ugye a Magyar Kupa, ez most megvan. A Magyar Bajnokságra kell most már koncentrálnunk, illetve a debreceni Euro Challenge Final Four-ra. Úgyhogy talán egy kicsit könnyebbség, hogy a Magyar Kupára már nem kell készülni. Most kapnak egy 2 nap pihenőt a fiúk. A java még hátra van, tudják ezt a játékosok is, üzentek a drukkereknek. Szalai Ferenc, Szolnok polgármestere és a szövetség elnöke színvonalasnak nevezte a Final Four-t, szerinte az ország jelenlegi legjobb csapata nyerte a kupát. Mindig a legnehezebb megvédeni a címet, és nyilván mindig az a döntő, hogy a csapat mennyire egységes. A csapaton értem a tulajdonosi kört, a gyúrót, az orvost, a kiszolgáló személyzetet, és persze az edzőket, játékosokat, és természetesen a közönséget. Így egyben az egész, azt gondolom, hogy most ma Magyarországon Szolnokon a legegységesebb. Báder Márton duplázott, második kupa győzelme volt ez. Ezt most megünnepeljük, megérdemeljük, azt hiszem sokat dolgoztunk érte, de holnaptól vagy szerdától már a Kecskemét elleni rájátszásra koncentrálunk, mert nagyon fontos lenne, hogy 3-0-ra nyerjünk, hogy többet tudjunk készülni az egyszerre. A bolgár Risto Nikolov először élhette át az ünneplés pillanatait, pályafutása első aranyérmének örülhetett. This is my first gold medal. Ez az első aranyérmem, remek érzés, ezért küzdöttünk az évben, minden egyes edzésen ez a győzelem lebegett a szemünk előtt. De még nincs vége, itt van előttünk a Euro Challenge, a bajnokság, ott is a legjobbak akarunk lenni. A négyes döntőről és az azt követő ünneplésről bővebb összefoglalót a csütörtöki Olaj TV-ben láthatnak. Jelentős károkat okozott a fagy a Szolnok környéki gyümölcsösökben. A védekezés a mínuszok ellen nagyon költséges, ezt a termelők többsége nem is tudja bevállalni. A károk összegét még csak becsülni lehet, az ugyanis csak 2-3 hét múlva derül ki, hogy mennyi virág maradt fenn a fákon. Még mi nem is virágzik, és már bimbóba károsodott, hiszen a fagyon, itt a fagynak a hatása lent a föld felszínén még erősebb volt. Megtizedelte a fagy a szabadföldi Epret Rákóczi falva határában, ahol ma reggel -4-5 fokot mértek. A gyümölcsfák a szamócával ellentétben már gyönyörűen virágba borultak, és első ránézésre nincs is probléma velük. A szakavatott szem, a termelő azonban tudja, mit kell nézni. Szétszedek egy olyan virágot, ami még zárt, tehát még nem nyílt ki. Akkor annál látható, hogy
itt még a bibe, az ugye zöld, tehát nem károsodott. De amelyik kinyílt világ, annál viszont már igen. A fagykár egyértelmű jele tehát a megbarnult bibeszál, ami kivétel nélkül szinte minden gyümölcsfánál fellelhető. Azért a mínusz 4-5 fokon itt a határban volt Szolnok térségében, már elég jelentős károsodást okozott a virágzó gyümölcsfáknál. Elsősorban megy cseresznye, szilva, de sajnos a már termékenyült kajszibarasznál és ősziborasznál is. Úgy tűnik jelen pillanatban, hogy ezzel országosan már számolni kell ezzel a kárral. Kozák Antal a saját gyümölcsösét ért károkat 3 millió forintra becsüli, de pontosabbat csak akkor tud mondani, ha 2-3 hét múlva kiderül, mennyi virág esik le a fákról. A gyümölcskertészek szerint, ha a virágok 5-8%-a megmarad, az már elég lehet egy jó terméshez, az azonban már most látszik, hogy ennél kevesebb lesz. A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának is van már tudomása a gyümölcsösöket ért fagykárokról, pontos adatokat még nem tudtak mondani. A termelőknek ugyanis 15 napon belül kell jelezniük a károkat. Törvénytisztelőek a megyében élők. Mint arról már beszámoltunk, március 31-én lejárt a szigorított dohányzási szabályok betartására vonatkozó 3 hónapos türelmi idő. A megyében eddig 82 helyen tartottak ellenőrzést, de bírságot sehol sem kellett kiszabni. A dohányzásról szóló törvény idén januártól új szigorításokat hozott. A tilalom betartását január 1-e óta ellenőrzi az ANTS, de bírságot a türelmi idő alatt nem szabhattak ki. Megyénkben idén 670 vizsgálatot tartottak, a türelmi idő lejárta után április 1-én pedig 82 helyen végeztek ellenőrzést, zömmel munkahelyeken, oktatási és közintézményekben, vendéglátóegységekben és egészségügyi szolgáltatóknál. A tapasztalatunk az, hogy általában fegyelmezetten az állampolgárok, illetve az intézmények is, munkáltatók is betartják az előírásokat. A törvényben azért vannak nehezen értelmezhető helyek, ezekben nem viták vannak, de pontosításra szorulnak, illetve utóellenőrzéseket végzünk azon a helyen. De eddig büntetni nem kellett, tehát olyan kirívó szabálytalanságot nem észleltünk. A legtöbb probléma az 5 méteres határ kijelölésével és a táblák kihelyezésével volt, de ezekért nem kellett büntetést kiróniuk. A megyei tiszti főorvos hozzátette, 2011 óta több mint 2000 ellenőrzést tartottak, melyek során munkatársaik segítséget nyújtottak az intézményeknek és magánszemélyeknek, hogy a türelmi idő lejárta után be tudják tartani a törvényt. Megtisztították a szeméttől a Törteli út környékét. A lakók, az Újvárosi Fejlesztési Iroda, az önkormányzat és a Remondis támogatásával tették rendbe környezetüket. Üvegek, palackok, műanyag szatyrok, gallyak, rongyok voltak szétszórva a Törteli út környékén. A nádas tüzek miatt a lakók úgy döntöttek, itt az ideje, hogy megtisztítsák lakóhelyüket a szeméttől. Azt mondják, ők igyekeznek rendben tartani az utcát, de sokan ide hordták a szemetet. Most már odafigyelnek és feljelentik az illegális szemetelőket. Bízunk benne, igen, szép tisztaság lesz, azon vagyunk mink is, hogy rend is fegyelem, tisztaság legyen környezetünkbe. A lakóknak az Újvárosi Fejlesztési Iroda nyújtott segítséget, a szerszámokat a várostól kapták, a konténert a Remondis biztosította. Az együttműködéssel fél nap alatt sikerült a területet megtisztítani a szeméttől. Elég kevesen laknak, mint látható is ezen a területen, minden családból jött, most jelen van egy-két fő, akik itt laknak. A Kazán-Mázsa úton is kevesen laknak, de hát oda reményeink szerint talán még a közmunkaprogramból be tudunk holnap vonni embereket. Szerdán tehát a Kazán és a Mázsa úton folytatódik a szemétszedés. Azon a területen több az illegálisan lerakott szemét, így a munka valószínűleg a hétvégéig el fog tartani.